Na sziasztok fiúklányok, én Zsűr vagyok, srácok lányok. hát a mai videót kezdjük egy nagyon durva Special Lucky Trade-del Hát figyú, egy Elég komoly kyogre fogunk elcserélni Egy még komolyabb Metagross-ra Hoppá Itt Azt mondja lejárt a trade, hát akkor kezdjük újra Hú, még kicsit korán van De hát, mikor, ha nem most nyomnánk el ezt a jó kis trédet. Egy Shiny fogok adni Zsoltinak. Azt beszéltük, hogy először Shiny a Shiny Kai de én nekem annyira undorító ez a szín, hogy egyszerűen, tehát, lenne ebből egy százas Shiny, de elbőgném magam, hogyha ott fölül ott élted, feszülne a 4000 pluszos CP-vel a nagy vadállatok között. Valahogy nekem nem, nem jön be ez a sztori. Így úgy döntöttem, hogy inkább kérek egy jó kis Meteoros Shiny metagross ami azért hát valljuk be az egyik leges, legdurvább pokék egyike, én imádom, ebből van egy 98-asom, de hát még 100 nincs, érted? Durrancsuk neki! A special trading in the house, na hadd szóljon. <laughs> Változtattam a kamerapozíció, pozíció, remélem ez is tetszik, vagy jó lesz így is. Na írjátok majd le, hogyha esetleg nem, de remélem azért így is penge. Így kicsit fix a story, föntről le, Na nézzük, milyenek lettek. Nézzük akkor először a kávégrét, megmutatom nektek, várjátok, öprézeljük le. Ha, upraise, és... Jaj, ott volt. Ez nem lett százas. Úúúú, uh, de 96-os lett a Zsoltinak a kávégrét, a 15-ös adakkal, haver, hát nagy gratul hozzá, ez azért elég penge, bakker. Nézzük, hogy milyen lett a Metagross, hát remélyek, az is legalább ilyen. Basszus! Ez is rohadt jó lett. Ó, de király! Köszönjük szépen! Azt a rohadt, ez de menő. Fú, hát jól van. Á, hát ez nagyon károly. Bakker gyerekek. Még az lesz, az úgy, hogy cserélünk egy raklap szajrét, mert Zsolt jelnevezett pokékat, hogy miket szeretne még cserélni, ha már így átdobta az akkuntját. De először ezt most meg is nevezzük a gazdája nevén. Igaz, hogy 98-asom van, ez egy 96-os, de 15-15-13-a egyszerűen kötelező ezt a vadállatot felpárapolni. Ez ugyanaz, mint a Gible, amit Naoki-tól kaptam, hogy egyszerűen nem normális. Nos, Így is van. Á, hát ez nagyon, hát ez, 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 durva most, ez nagyon durva. Hú! Jó van, nagyon örülök neki. Figyú, csekkoljuk át, hogy akkor euh, milyen Lucky Pogékat sikerült azóta összehoznom, mivel, mivel az a büros nagy helyzet, hogy olyanokat kaptam, egyszerűen minden álmom és vágyam teljesült, maradjunk annyiban. Brutál, hogy miket kaptam, gyerekek, végre beadta, a tutikat, hát ez a Metagross, ez már csak hab a Szóval, na csekkoljuk, hát ugye kezdjük akkor itt, ha már itt vagyunk. Jó kis Metagrossom, á, nagyon károly. Izmosak vagyunk eléggé, úgy érzem. Bélítve csak így random, tegnap trélegettem. Hát egy Rhyperior megint a szokásos nullás atakjával. Akartam, tudjátok, mondtam, hogy egy magnezón szeretnék, hát mondom, akkor csuk neki nem lett az igazi a nagy fiú, de nem tettem le arról, hogy, hogy egy ilyet szerezzek. Ezt a saját kiskarimmal cseréltem, mert lakik lettünk. Hát 93-as, 15 akkor ez nem lett olyan rossz, de marad a sűjesztőbe, mivel hát megjött az újdonsült, és itt van gyerekek, itt van! Balugavival cseréltünk egy vadállat axelet, egy violuzattam neki, és az is 98%-os lett, és ez is 98%-os lett. Egyszerűen hihetetlen, annyira menő ez a kis poké. Hát ivo volt formába, uh, dög, Szóval tényleg olyan, hú, himnuszban a bal sors nagyjából olyan csúnya, az a Hexorus. De, de tényleg, de egy axe nagyon cuki. Természetesen bezbadíztatva lesz. Uh, hát igen. Most nagyjából egy olyan 15-20 axe trédeltem, mire ez az egyetlen egy normális IV-val rendelkező érkezett, szóval azért meg kellett vele szenvedni, de amit láthatjátok, itt van és megvan. Következő, Ricsitől kaptam, végre valahára egy 15 atakos, 96%-os darumakát, a jegeset, ugye az egyik legnagyobb, vagy set legerősebb jégpokéről beszélünk, hát a kending az Ja, de megvan hozzá, ivóvolni is fogjuk, szépen pávarapolni is, majd egy következő videóban megindulok szépen, és szeretnék, hogy kint sétálunk egyet, és pávarapoljuk ezeket a vadállatokat, meg ivóvoljuk is, gyönyörű a kicsi bagjunk. És ha minden igaz, úgy emlékszem, hogy ez a kettő poki, ami, ami úgy, tényleg kiakasztotta, hát itt még kaptam egy 96%-os a 14 atakkal, de ez a lehet benne volt az előző videóban is talán lehetséges, hogy ezek már benne voltak. Ez a kettő jött olyan, ami tényleg azt mondom, hogy hú meg há. És akkor itt van Jonasnak ugye a 98-as balvaszaurja, amit hamarosan ivóvolni és pávrapolni is fogunk, de csak Ivysaurig, mivel megvárjuk vele egy olyan napot, amikor Legacy Move-ot kaphat a kicsikénk, mert ez azért egy vadállat, Frenziplentes jószág lesz. Hát figyú, csekkoljuk le, hogy mennyire adja itt a, a Lucky pokékat. szóval azt beszéltük itt Zsoltival, hogy Mirrorba trédeljünk pár pokét. Hát most így live-ba trédelgessünk párat, nem tudom, hogy mennyire lesz pénge így. Van egy nagy csomó cseszpinje, nekem is van, és akkor azokat eltrédeljük, mivel ő Miskolci, én meg ugye hát itt vagyok a világ másik végén, ezért, nos, Hát kezdjük akkor, egy nagyobb cp és lárvitát szeretne Zsolti. Hát figyelj haver, néha ja, CP-re beállítjuk. Hát ezek itt nagyon, vagy, hát ez hasonló, similar. Budapesti a jó szág, ezért már a három keddit megkapjuk. Tegnap este úgy azt vettem észre, hogy hiába van megnövelve a, a Lucky Pokék esélye, hogyha ilyen starter pokék a cserélsz gyerekek, az valahogy minthogyha iszonyatosan redukálná az esélyt annak, hogy Lucky legyen a poké. Nem tudom, ti ezt hogy vetétek észre, de mikor ilyen szimpla kis pokéka trédelgettem, akkor úgy annyira, annyira úgy nem volt az, hogy hogy mondjam. Dó, az jó se lett. Akkor úgy jobban adta a lakit. De miest az ilyen csikorítá uh, Csikorita, uh, Totodile és hasonló kis jószágokra, egyből azt vettem észre, hogy nagyon lecsek, amúgy ilyen 10-ből egyet adott, és miután áttértem a starterekre, olyan 20-ból egyet csak. Szóval, Chespinünk itt is van, jó nagy jó szállokat cserünk. Chesspinemből, amúgy azt nem tudom, hogy tudjátok, -e, nem tudom, hogy az benne volt egy videóba. Nem, nem volt benne, mert azt a, a Ketchup Brothers-el cseréltem, <laughs> még szarvason. És lett egy 98%-os chess spinem, gyerekek, szóval ezt most csak igazából nagyjából a candy védelem, persze, hogyha becsúszik egy százas, akkor nem mondunk neki nemet, de hát azért nem túl nagy rá az esély. És azzal is majd foglalkoznunk kell. Egyelőre az a poké, még nem mondanám azt, hogy hű, de olyan jó, mivel nem kapta még meg a legacy move-ot, a frenzy plantet, egyelőre még csak ilyen Razor Leaf, solar beam kombóval, ö, érhető el, a Chespinnek a Max volt volt most nem tudom, hogy ezt hogy hívják. És ezzel a kombóval még eléggé ilyen 10-15. hely környékén kavérnyászik a kicsikénk, szóval nem egy olyan hűre extrém a DPS-e, de azt hiszem, hogy mivel, miest megkapja majd a Legacy move a Frenzy planet Tudja, hogy beugrik azért a top Szóval majd egy nagyon hasznos pokéval Fogunk gazdagodni Csak hát meg kell várni a Community Day napját Hogy legyen egy Chesspin Community Day-ing Nem mostanában lesz, de azért már Aki hosszabb távon tervez Nem csak ilyen divat játékos Azért nem árt, hogyha Nem, nem árt, hogyha betáraz az ilyen Jobb pokéka Most nem tudom, hát Froki az igazából Nagy hype-nak örvendett Mert hogy ott annyira ugye az animében benne volt, mindenki oda volt érte, de egyelőre hasznosságát még nem igazán tapasztaltam úgy a kicsikének, úgy nem láttam, hogy annyira pár PvP-be kipróbálták, mert hogy hűde vagány, meg hűde penge, de nem igazán mozgatott meg, egyet-kettő tréletem lucky volt, hogyha esetleg abból is becsúszik egy jobb, akkor annak nem mondunk nemet, de, de sajnos nem így történt. Na mindegy is. Ú, a 666-os van, a deviet hát ez már jönne egy lucky Egyelőre látjátok, a starterek nem igazán akarják dobni a lakit, de hát én már azt hiszem, hogy a mai napra meg vagyok azzal a metagrossa, brutális egy dög. Pfú. Megértem a felkelni, én azt mondom, gyerekek, még ilyen korán reggel is. Na, mi van chess Nem akartok kitestnevelősödni egy lucky vagy valami? Ne húzzatok már le az életről van itt még pár cseszpin. Jó van, amúgy legalább egy lakit beadna. Tegnap trédelgettem, gyorsan ugye a száz napi trédet ledúrantottam, de igazából egy 96%-os csikorítám jött lakiba, és ennyi az egész. Jött egy jó pár lucky, egy 7-8, de olyan említése méltó, sajnos egy sem érkezett. Hát ez most így alakult. Látom azért, hogy másoknál elég jól, de írjátok a kommentbe, hogyha nektek esetleg így a Lunar Revent alatt sikerült valami nagyon brutális Lucky pokét összehozni. Nekem úgy ilyen random Lucky még nem igazán jött jó, azt kell, hogy mondjam, ilyen 93%-nál nagyjából megállt a tudomány. Hát ez most így adja, igazából nagyjából tök mindegy, Rozéliából még azért szerettem volna egy jobb lakit, mert ugye Roséliára figyeljetek oda a személyen, mindenki betározott legalább egy jót, nem a community múvjával, de itt is van a lakink, nézzük 684 és 688, nézzük, hogy milyenek lettek. Köszönjük szépen, 96% ismert, nézzük, hogy Zsoltinak milyen lett. a ja, bocs haver, neked nem adta be ez a laki, csekkoljátok egy 12, 12, 12, vel de egy 96%-ot a gyerekek. Hát community azt hiszem, hogy én már kész is vagyok, mert egy 98-as, 800 CP pluszos chesspinem van lakiva. Meg még ez a kis vadorzó ide becsúszott. Hát figyú azt hiszem, hogy tökéletes. És le se zártuk a napot. Nem mondom azt, hogy tökéletes napot zártunk, mert egyszerűen ez még dübölög, és hajtsuk majd neki, hogy fú. Egész nap pokékergetésben leszek, remélhetőleg, meg még egy kis csavargások, shopping, ilyesmi, de azt hiszem, hogy ennél szebben és jobban nem is indulhatott volna ez a mai nap. Nos, hát meg lett az első lakink így randomba, srácok lányok, azt hiszem, hogy ennyi is volt ez a videó. Írjátok le kommentbe akkor, hogy nektek hogy sikerült így ez a laki hajkurászás, mennyire jöttek be a dolgok. Hány jó laki pokét sikerült trédelnetek, ami azért hasznos is írjátok le akkor ezt. Nekem vagy ír a, a Youtube-on, vagy esetleg Facebook-ba. Az a, az a legtudjuk, hogy a Facebook-on sokkal többször szoktam válaszolni. Írjátok akkor le. Hamarosan találkozunk, hogy tetszett a videó, akkor csapassatok ki egy hatalmas lájkot, és ne felejtsetek el kattintani a feliratkozás gombra is. Hamarosan akkor találkozunk, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!